Bárdos Judit kapta idén a legjobb női mellékszereplőnek járó Nap a hálóban filmdíjat. A Szlovák Film és Televíziós Akadémia által adományozott elismerést György Kristóf Out című moziában nyújtott alakításáért kapta. Judit a főszereplő lányát játszotta. Többen mondták, hogy tényleg nagyon érdekes színfoltja ez a kis, pici kis, két kis jelenetem a filmben. Úgyhogy ez a díj, ez nagyon, nagyon jó dolog olyan szinten, hogy van ez a kategória is, hogy a mellékszereplő díj, mert szóval bárkinek így reményt ad, vagy tényleg egy nagyon, nagyon örömöt tud adni, hogyha az ember díjazzák, még akkor is, hogyha nem egy óriási főszerepet kap, hanem egy kicsi szerepben is ki lehet tűnni. Az Out című film kapcsán Bárdos Judit járt a Cannes-i filmfesztiválon, ahol testközelből láthatta a világsztárokat. A toaletten összefutottam Charlotte Gainsbourg színésznővel, akit a Lars von Trier filmekből ismerhet a közönség. Szóval egyszerűen ők csak mondjuk, nem tudom, kicsit több pénzért vagy nagyobb hírnévvel csinálják azt, amit mi. De igazából ugyanolyan lelkesedéssel, vagy szinte ilyen tehát emberi, alkotói szellemmel csinálják ugyanazt. Úgyhogy ez egy jó dolog volt látni, és tényleg egy élmény volt ez az egész Cannes-i dolog. Lehet, hogy életében egyszer jut ki az ember egy ilyen neves fesztiválra, úgyhogy ez nekünk már megvolt az életünkben, ezt elmondhatjuk. Judit az egyik legfoglalkoztatottabb felvidéki magyar színésznő. Játszik színpadon, filmben, televíziós sorozatokban. A pozsonyi Vészdoszlav Színházban a Mézeskalás hölgyben látható, a komáromi Jókai Színházban pedig Shakespeare Júliájaként és Dosztojevszki Félkegyelműjében játszik. Judit a közelmúlt egyik legnagyobb élményei közé sorolja a budapesti forgatást Nemes Jeles László Oscar-díjas rendezővel, akinek új Sunset című filmjét az idei Velencei Filmfesztiválon mutatják be. És ebben Judit is szerepel. Különböző országokból játszanak ott színészek, tehát vannak Romániából, Lengyelországból, Németországból, ugye Szlovákiából, és hát Magyarországról színészek. Úgyhogy ez egy ilyen, hát magyar film, de más nyelven is, németül és jiddisül is beszélnek ebben a filmben. Úgyhogy ez egy óriási nemzetközi produkció volt, és életem legnagyobb volumenű forgatása volt. Úgyhogy tényleg izgalmas dolog. Három nyelven játszik, anyanyelvén, azaz magyarul, emellett pedig szlovákul és csehül. Az első cseh filmekben még szinkronizálták Juditot, ám két éve már ezen a nyelven is saját hangján szólal meg a filmvásznon és a televízióban. Mindenki szeretné, vagy szereti, hogyha a saját hangján dolgozhat, és a saját hangját hallja aztán a közönség. Úgyhogy nekem ez sikerült, rágyúrtam egy picit erre a Bohéma című sorozatban a szerepre, ahol egy cseh színésznőt alakítottam, és van egy ilyen szakma, illetve van egy ilyen segítség, amit úgy hívnak így angolosan, hogy dialogue coach. Tehát ez olyan, hogy az ember leül egy ilyen edzővel, vagy ilyen beszédtanárral, és akkor átvesztjük a dialógusokat. Bárdos Judit sűrű programjába alkalomattán egy-egy kirándulás is belefér. Arca feltűnik néhány videoklipben, vizsgafilmekben szerepel, és a reklámvilága is rátalált. 2014-től ő az egyik cseh kozmetikai cég arca. Míg a klippek és a vizsgafilmek forgatásához baráti kapcsolatok vezették, a reklámhoz kőkemény szerződés köti. Ez az egyetlen szerződésem, ahol nem az van írva, hogy színész, hanem az, hogy modell. Ez érdekes, sose gondoltam volna, hogy modellként valahol én szerepelhetek. Mivel hát az egy köztudott, vagy az ember azt hiszi, hogy aki modell, az tényleg meg kell, legyenek bizonyos paraméterek, de viszont ez egy ilyen fotómodellség, tehát az, hogy én nem vagyok magas, az itt nem baj. Bárdos Judit nyáron is dolgozik. Már leforgatta egy új magyar sorozat pilot filmjét, szerepel egy készülő szlovák filmben, a Farsangban. Kikapcsolódni is aktívan szokott. Futás az nagyon kikapcsol, az fontos számomra, meg hát ez az épp testben, épp lélek, ez én ezt szintén hiszem és vallom. És hát főzni nagyon szeretek, az tényleg az egy terápiás dolog számomra.
mivel akkor tényleg egy dologra kell koncentrálni, hogy finom legyen, hogy jó legyen, esetleg, hogy szép legyen. Nem szoktam szöveget mormolni közben, de tényleg csak arra koncentrálok, és akkor valahogy egy kicsit kitisztul a fejem, úgy érzem. Szeretek színházba járni, filmeket nézni, mozizni, olvasni, zenét hallgatni, koncertekre járni. Ezek a dolgok kikapcsolnak. Meg hát a környezetem, a barátaim, a családom, tehát ők adják az energiát. Projektjének, szerepeinek számát nem tudja. Túl hosszú a lista ahhoz, hogy hiánytalanul felsorolja. Bárdos Judit sztár allűröktől mentes fiatal színésznő. Kedves, mosolygós, előzékeny. Első ránézése amolyan helyes csitri. És közben fegyelmezett, felkészült művész. Igazi profi.